Május 4-én rendezték meg a 21. Gizella szakmai napot a Juhász Ferenc Művelődési Központ nagytermében, amelynek fő témái az idősek életminősége és a szakápolási kihívások voltak. Mi ennek a szakmai jelentősége? Ilyen szakmai napjaink végén mindig van egy úgynevezett elégedettségi kérdőív, és azt mi nem csak eltesszük a dobozban a végén, hanem mindig tanulmányozzuk és megnézzük. Nagyon fontosak a visszajelzések a kollégáktól, hiszen itt gyakorló szakemberek vannak számtalan szociális és egészségügyi intézményből, akiknek a mindennapjait szeretnénk megkönnyíteni ezekkel a szakmai napokkal. Tehát olyan előadókat hívunk, akiket ők szívesen hallgatnak, és olyan témákat veszünk elő, amik minden nap előkerülnek. Bentlakásos intézményekben, az idős otthonokban ma már leginkább olyan idős emberek vannak, akik sok-sok betegséggel küzdenek, sokszor úgynevezett szakápolási feladatok vannak a krónikus sebektől, a különböző beavatkozásokon keresztül, sok-sok mindent tudniuk kell az idős otthonok gondozóinak. A mai nap az ezek köré, a témák köré csoportosult, tehát szakápolási feladatokról, gyógyszerelési kérdésekről beszélünk, illetve a demenciával kapcsolatos különböző problémákról. Az esemény Tarján István polgármester köszöntőjével kezdődött délelőtt 9 órakor. Ezután rögtön el is kezdődtek az előadások. Dr. Habil Tóth Tibor, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet vezetője, a korszerű szociális képzések fontosságáról beszélt. Őt követte dr. Egervári Ágnes, a Boldog Gizella otthon és az egészségház vezetője, aki a BPSD, azaz a demenciában előforduló magatartási és pszichés tünetek gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelési lehetőségeit elemezte. A rövid kávészünetet követően professzor dr. Lelbak Ádám címzetes egyetemi docens állt a pódiumra, aki az újszerű gerokineziológiai, tehát az időskori állóképességhez és erőnléthez tartozó orvosi módszerek lehetőségeiről és az esendőség szindrómával érintett idősek személyközpontú gondozásáról tartott előadást. Gutyán Henrietta élelmezésvezető és dietetikus az idősbarát étkeztetésről és az ehhez kapcsolódó korszerűsítés fontosságát hangsúlyozta. Dr. Habil Kovács Éva, a Semmelweis Egyetem docensének témája az idősek körében előforduló nyelési zavarok felismerése és kezelése volt. Ezt követően szakmai kérdéseket tehettek fel a résztvevők az előadóknak. Az ebédszünet után Radnai Czulau Frita, a Boldog Gizella otthon intézményvezető helyettese a gondozás segítő applikációval, azaz a G-sával kapcsolatos tapasztalatokról és eredményekről számolt be. Dr. Habil Hegedűs Katalin, a Semmelweis Egyetem morfológiai és fiziológiai tanszék oktatójának és kutatójának a palliatív szemlélet a gondozásban életvégi kérdések című bemutatója ennek a különleges ellátásnak a természetéről szólt, amelynek célja, hogy csökkentsék a beteg szenvedést okozó tüneteit, miközben egy több szakemberből álló csapat annak családját is támogatja testileg és lelkileg egyaránt. Az utolsó előadást dr. Radnai János főorvos, a Boldog Gizella otthon társalapítója tartotta meg, amíg a mentő megérkezik prehospitális sürgősségi állapotok címmel. Az ön számára mit jelent ez a szakmai nap? Egy nagyszerű lehetőség arra, hogy egyrészt kimozduljunk az intézményeinkbe. Én is most két kolléganőmmel jöttem el. Ez mindig egy jó alkalom arra, hogy találkozzunk kollégákkal, és azért a kávészünetek azok mindig nagyon értékes pillanatok, mert azért amikor eszmét cserélünk és tapasztalatokat osztunk meg, az minden kincset felér. És így a pandémia után meg nagyon jó egy kicsit kimozdulni, jó idő van, süt a nap, ez egy kicsit rekreáció és tanulás, és úgyhogy minden szempontból egy jó dolog. Nagyon fontosnak tartom a szakmai felkészültséget, a képzést, a találkozási lehetőséget, és ez a program teljesen magával ragadta a figyelmemet, és természetesen nem csak az én figyelmemet, hanem ahonnan jöttem, Soroksárt is érdekli, és Soroksár egyre inkább az utóbbi években szerencsére fordul az idősek felé, és egyre fontosabbnak tartja az idősügyet, és szeretnénk kiépíteni előbb-utóbb egy idős barát várost, és azt gondolom, hogy ezzel őket is képviselem. És mit gondol Biatorbágyról? Azon túl, hogy Biatorbágy szerintem egy nagyon helyes kisváros, az egy nagyon példaértékű Magyarországon, hogy mind az egészségügyi ellátórendszerben, mind pedig a szociális ellátórendszerben nagyon komoly szerepet vállalnak. Tehát én mindig irigyeltem a Gizella otthont azért, hogy ez egy magánkezdeményezés, egy alapítványi intézmény, és mégis nagyon szorosan együttműködik Biatorbágy önkormányzatával, és ezzel itt a helyi lakosoknak tud nagyban segíteni, és szerintem ez egy nagyon klassz dolog, úgyhogy ezt jó lenne, ha sok város ugyanígy követni.
Mi a Thorbágyról eddig túl sokat nem tudtam, de ahogy ide érkeztem, így egy nagyon kellemes, kedves kis város hangulatát kaptam meg, és egyből arra gondoltam, hogy szeretném jobban megismerni, akár ellátottakkal is szívesen kirándulnánk ide, akár szakmai kapcsolatok miatt is, de egyébként a saját családomat is szívesen elhoznám ide egy hétvégére pihenni. A központi cél az az idősek életminősége, hiszen nehéz fizikai állapotban az élet vége felé haladva is lehet örülni a pillanatnak, és lehet megfelelő méltóságban és megfelelő körülmények között tölteni az időnket. Akik ma eljöttek, és több mint 160-an regisztráltak a mai napon a szakemberek közül, ők mindannyian ezért dolgoznak, és nekünk magunknak is fontos ez ilyenfajta feltöltődés. A találkozások lehetősége miatt is fontos volt ez a mai rendezvény. Azt gondolom, hogy ezt a jelentkezők száma is igazolja. Hiszen most szabadultunk fel a maszkviselés kötelezettsége alól, a valós idejű rendezvények az elmúlt években nagyon-nagyon ritkák voltak, meg többnyire meghiúsultak. Most nagyon örülnek itt egymásnak a kollégák.